Sziasztok! Szabó Tomi vagyok, az ZNET Telekom munkatársa, és ebben a videóban a leggyakoribb wifi-s mítoszokról fogunk beszélni, és megnézzük ezek valóságtartalmát. Bár a wifi-s eszközök most már elég régóta a mindennapjaink részei, mégis számos legenda kering körülöttük. Nézzük ezeket sorjában. A wifi káros az egészségre. Sokan aggódnak amiatt, hogy a wifi sugárzás káros lehet az egészségre, azonban aggodalomra semmi ok. Minden wifi eszközre szigorú szabályzás vonatkozik a kimenő teljesítményt illetően, és ezeknek a kütyüknek a teljesítménye meg sem közelíti például a mobiltelefonokét, amelyeket nap mint nap használunk, ráadásul a fejünkhöz közel tartva. Egy lakásba egy wifi router is elég. A hirdetések sokszor azt sugallják, hogy egy lakásba vagy házba egy router is elég. Azonban ez korán sem ennyire egyszerű. A korábban említett szigorú szabályozások miatt a gyenge kimenő teljesítmény nem ugyanúgy birkózik meg a vasbetonfödémmel, mint mondjuk a gipszkartonfallal. Emiatt, ha elegendő is egy router, akkor számítsunk arra, hogy a routertől távolabb eső helyszíneken sokkal lassabb lesz az átvitelük. Minél nagyobb helyszínt akarunk tehát lefedni, annál nagyobb valószínűsége, hogy több eszközre lesz szükségünk. A wifi sebessége egyenlő internetcsomag sebessége. Sokan úgy gondolják, hogy ha az internetcsomagjuk sebessége nagy, akkor a wifi sebessége is magas lesz. Ez azonban tévedés. A wifi sebességét számos tényező befolyásolja, mint például a router teljesítménye, az eszközök képességei és a környezeti zaj. Az internetsebesség és a wifi sebesség két külön dolog, ezért ha pontosan meg akarsz győződni, hogy mekkora sávszélességet biztosít a szolgáltatód, akkor azt kábelen keresztül kell mérd. A wifi hálózatok nem megbízhatóak, könnyen feltörhetőek. Egy alapbeállításon hagyott router valóban nem a legbiztonságosabb a számodra, de néhány aranyszabály betartásával és megfelelő beállításokkal az orvosolható. A routerek biztonságáról már csináltunk egy videót, ahol tuti tippeket adtam a megfelelő beállításokról. Ha veszed a fáradtságod és betartod azokat, akkor nem kell aggódj a biztonság miatt, mert védve lesz a hálózatod. Ha csatlakozva vagy a wifi-hez, akkor van is net. Sokan azt gondolják, hogy ha látják a wifi csatlakozás ikonját megjelenni a telefonjukon, akkor az azt jelenti, hogy van internetkapcsolat. Ez azonban nem feltétlenül van így, mivel azt, hogy a wifi-hez csatlakoztunk, csupán azt jelenti, hogy a routerig ellátunk, de az korán sem biztos, hogy a routerünk jelenleg eléri a világhálót. Reméljük, hogy ez a videó segített eloszlatni néhány gyakori wifi-s mítoszt, és jobban megértetted a valóságot. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a csatornánkra további hasznos információért. Köszönjük, hogy minket választottál!